Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Sok szeretettel köszöntelek, kedves testvérek, akik itt jelen vagytok, és azokat is, akik a televízión keresztül kapcsolódnak bele a mai vasárnapi, advent első vasárnapi szentmisénkbe. Ahogyan látjuk, elhelyeztük az adventi koszorukat itt az oltár előtt. A szentbeszéd után meg fogom áldani őket. Vigyük haza, gyújtsuk meg a gyertyákat vasárnapról vasárnapra, hogy egyre jobban növekedjék a fény otthonainkban, ami jelképezi Krisztusnak a születését, amire várakozunk. Testvéreim, mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. Nézzünk önmagunkban, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi is méltók legyünk. Jó, a mindenható Istennek, én segítek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én végem, kérekezzék a boldogságot, minden rossz előtte lesz Máriát, az összes nagyjadban Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, önst híveit szívébe szent elhatározást, hogy jó tettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökké valóságban, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jeremiás proféta könyvéből. Íme, jönnek majd napok, mondja az Úr, amikor teljesítem a jót, amelyet Izrael házának és Júda házának megígértem. Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat támasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Júda, és biztonságba él Jeruzsálem. És a várost így hívják majd, az Úr, ami igazságunk. Ez az Isten igéje. Thank you.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye álhatatossá szíveteket, hogy fethetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Úrunk Jézus majd eljön összes szentjének kíséretében. Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban. Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek. Éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek, Urunk Jézus által. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között, a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez bekövetkezik, nézzetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát, és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfia színe előtt. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, amit a Szent Leckében és amit az evangéliumban hallottuk, nagyon szorosan összekapcsolódnak.
de nagyon nehéz észrevenni a kapcsolódásukat. Szent Pál apostol arról beszél, gyarapítson és gazdagítson benneteket az Úr szeretetben, egymás iránt és mindenki iránt. Pál apostol arról beszél, hogy növekedés kell legyen az életünkben. És az emberi természetünkhöz mennyire hozzá kapcsolódik, amikor valami növekszik, valami fejlődik, valami szépül, valami épül, ez egy pozitív dologként kezdjük el megélni. És olyan, mintha Jézus valami egészen másról beszél. Jézus pedig éppen a csökkenésről beszél. És amikor arról hallunk, hogy valami fogy, valami eltűnik, akkor ahhoz hozzá tartozik, hogy szomorúak vagyunk, fájdalmaink vannak, hogy aggódunk. De hogyha megnézzük az emberi életünket, ezek szorosan hozzá kapcsolódnak. Növekedik az életkorunk folyamatosan, és tisztában vagyunk vele, hogy közben csökkennek is az éveink. Vagy itt van az adventi időszak, meggyújtjuk a gyertyákat, egyet, kettőt, hármat, négyet, növekednek a gyertyák, az égő gyertyáknak a száma, azonban egyre közelebb kerülünk karácsonyhoz. Csökkennek a napoknak a száma. És ezt kell figyelembe vegyünk Krisztus második eljövetelével kapcsolatban is, amiről tanít minket az evangélium. Hogy el fog jönni, és fel kell készülni erre. Azt mondja Jézus, hogy a napban, a csillagokban felfedezhető jelek fognak megjelenni. És ezeket a jeleket kell nekünk felismerni az életünk során. Persze tudjuk, hogy nem ma, nem holnap, és reméljük, hogy nem is az elkövetkező pár évben fognak ezek bekövetkezni, azok a katasztrófák, amiről Jézus beszél, de mégsem jelenti ez azt, hogy nekünk hátradőlve kell lennünk, hogy csak várakoznunk kell, hanem ebben a várakozásban növekednünk kell hitben, és fel kell tudnunk készülni erre. És nem csak nekünk kell tudni felkészülni, hanem embertársainkat is segíteni kell. Gyarapítson és gazdagítson benneteket az Úr szeretetben, egymás iránt és mindenki iránt. És nekünk jeleket kell mutatni az életünkkel. Olyan jeleket, amelyekben az emberek felismerik a megváltónak a jövetelét. Adventben Isten szeretetének jeleire szeretnénk figyelni, és erre szeretnénk másoknak a figyelmét is irányítani, hogy az emberek felnézzenek, felemeljék tekintetüket, és észrevegyék az életükben az Istennek az apró jeleit, hogy közel van hozzájuk a megváltásnak a napja. Mert fontos ez, és szükség van erre. Mert hogyha megnézzük a saját életünket, megnézzük másoknak az életét, hasonló ahhoz, amikor lemegyünk az autópályaudvarra, vagy lemegyünk a vasútállomásra, és elkezdjük megnézni az embereknek a viselkedését. Vannak olyan emberek, akik már korán lemennek és várakoznak. Izgatottak, de mégis türelmesen tudnak várakozni. És vannak olyanok is, akik rohannak. Utolsó pillanatban indulnak el otthonról, vagy dugóba keveredtek, és már türelmetlenek. Kétségbe esettek, mert nem tudják, hogy honnan indul az adott jármű, amire föl szeretnének szállni. Vannak olyanok, akik egyedül vannak, és vannak családosak is. És vannak olyanok, akik messzebbre indulnak, ott van a nagy bőröndjük, telerakva minden olyan dologgal, ami fontos, de olyan is, amire nincsen szükségük. És ott vannak azok,
akik vissza fognak térni, de ott vannak olyanok, akiktől el kell búcsúzni, mert már sohasem fognak visszatérni. Vajon hová indulnak? Mi a céljuk? Hova fognak megérkezni? És ugyanez a kérdés ránk is vonatkozik. Az adventi időszakunk is hasonlít egy ilyen pályaudvarra. Mindenki keresi, hogy merre induljon, melyik járműre szeretne felszállni, hova szeretne megérkezni. És a mai nappal elkezdődik a lelki felkészülésünk útja is, ami szeretnénk, hogy elvigyen minket majd Szenttestére, oda tudjon vinni minket a Betlehemhez. Vannak különböző állomások, és lesznek különböző állomások. Lesznek nehézségek, lesz, hogy leszállunk, de tudjunk újból és újból felszállni, tudjuk folytatni a készületünket. És az adventi koszorún a meggyújtott gyertyák száma is ezt jelzi, hogy egyre jobban közeledik majd a végállomásunk. Bármennyire is csábítanak minket a kirakatok, a boltoknak a polcai, a reklámújságok, tudjunk tovább haladni. Ahogyan mondtam, ha le is szállunk, tudjunk újból és újból felszállni erre a készületünkre. És hogyha majd megérkezik az adventünknek a vége, karácsonyunk, akkor tudjunk oda menni megfelelőképpen a megváltó Jézushoz, és tudjunk neki majd hálát adni. Tudjunk felkészülve és gazdagodva odatérni a gyermek Jézushoz. Most következik az adventi koszoruknak a megáldása. Vigyük haza a koszorúinkat, és vasárnapról vasárnapra gyújtsuk meg a gyertyákat, hogy jelezze ez számunkra, hogy egyre jobban közeledik az idő, és tudjunk felkészülve lenni karácsonyunkra. Könyörögjünk! Istenünk, Te teremtettél mindent, mert Te vagy a szeretet és az élet forrása. Te fiadban világosságot és életet adsz nekünk, és szent lelkeddel megvilágosított szívünket, hogy megértsük, milyen reményre hívtál meg minket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ebben az évben is megadott nekünk az adventi örömöt, és reményben, bizalommal várhatjuk fiadat, a mi üdvözítőnket. Áld meg ezeket az adventi koszorukat, hogy mint a remény jelei az örök életre és a szentek közösségére figyelmeztessenek minket, és add, hogy e napokban növekedjünk a Te kegyelmedben. Te világosságként küldted fiad a Te világra, áld meg ezeket a gyertyákat is. Advent napjai emlékeztessenek minket Jézus Krisztusra, aki minden embert meg akar világosítani. Add irántunk szeretetünket, készítsd elő szívünket születésének megünneplésére, és add, hogy egykor színről színre láthassuk fiadat, akit kegyelem és igazság tölt el, veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Áldja és szentelje meg ezeket az adventi koszorukat az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Adventi hírnök friss fel.
testvéreim, most álljunk fel és valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földben, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szent fiában, ami az Atyában született, az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosságot, világosságot, valóságos Isten, a valóságos Istentől. Született, de nem teremti, az Atyában egy lényeg, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi bűnösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, szűz Máriától, és emberként, uncius világos alatt, értünk keresztre feszítették, mind halál szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljött dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszen szentlélekben, korunkban és értetőkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit én úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavában. Hiszek az én szent, katolikus és apostolik anyaszent egyházban, arról az én keresztségem, a bűnök bocsánatában, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Az új egyházi év kezdetén forduljunk testvéreim mennyei Atyánkhoz, és kérjük, hogy megváltásunk eseményeit ünnepelve részesüljünk Isten kegyelmi ajándékaiban. Tisztítsd meg, Urunk, szívünket a bűnbánatban, hogy bizakodva várhassuk találkozásunkat Jézus Krisztussal. Add, hogy a hívek karácsonyra készülve kegyelmet segítségével megújítsák életüket. Segítsd a népek vezetőit, hogy eredményesen szolgálják a békét és az egyetértést az egész világon. Add, hogy a betegeknek és a szenvedőknek vigasztalást adja a Jézus eljövetelének várása. Elhunyt testvéreinknek pedig teljesíts csóvárba vágyakozását, és részesítsd őket szent színed látásában. Mennyei Atyánk, add, hogy mindig legyenek olyanok, akik nem csak szavukkal, de döntéseikkel és cselekedeteikkel is vállalják azt, hogy hatalmas szülőben az egyházban, mint apok munkálkodjanak. Urunk Istenünk, gyermeki bizalommal könyörgünk hozzád, töltsd el szívünket kegyelmeddel, hogy így méltók lehessünk a karácsony ünnepére és békéjére. Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára. Kérünk, Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket jó téteményedből felajánlunk, hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk nyerjen örök jutalmat a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Az új és örök szövetségünk. Ez a vér értetek,
és sokat ilyen kiottatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Úr békéje legyen veled mindenkor.
Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten bárkánya, íme aki elviszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten bárkánya. Uram, nem vagyok bűnöd, hogy hagyjék bűnöd, hanem csak egy szóval, és megnyitjuk az életet.
könyörögjünk. Kérjük Istenünk, szolgáljunkja ez a közösségben bemutatott áldozat, amelyen már most, aki vonatú életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük és az örökké valókhoz ragaszkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Értetjük a kedves testvéreknek, jövő héttől, november 29-től Rorán termiség lesznek, hétfőn és vasárnap kivételével, minden reggel 6:30-kor itt a belvárosi templomban. A lelkiségi csoportok beosztását a hirdetőtáblán meg lehet tekinteni. A Szentvéd a katolikus óvoda gyermekei november 29-én hétfőn 16:45-től szerepelnek a városi átmeneti program sorozat keretében a Béla király téren. Mindenkit szeretettel várnak. Az első szeretett karizmatikus közösség alkalma lesz a templomban december 1-én 17 órától. December 2-án csütörtökön este folytatódik a léleképítő előadás sorozat. Pontos részletek a hirdető táblán megtekinthetőek. Bérmánkozom találkozója december 4-én szombaton 9-től 12 óráig lesz. Advent második vasárnapja, december 5-e, ifjúsági mise lesz, szeretettel várjuk a gyerekeket, fiatalokat, és kérjük őket, hogy a misén előre ügyenek. December 12-én a 11 órai belvárosi mise elmarad. Ezen a hétvégén advent 3. vasárnapján lesz adventi lelki gyakorlatunk, melyet Máger Robert atya vezet. 10-én, 11-én és 12-én az esti szentmiségben mindhárom nap a szentmiség előtt nyomtatás lesz. Egyház megyei hangverseny lesz december 18-án Pécsen, a Kodály Központban 19 órától. Az estére jelentkezni a plébánián lehet ügyfélfogadási időben, név és telefonszám megadása szükséges. A jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésünkre. A piasztéri kegytárkódban már megvásárolhatunk a jövő évi naptárok, kalendáriumot szombatonként délelőtt 8-tól 12 óráig. Adventi időben vasárnaponként templomunkban is lesz árusítás, szentmiség előtt és után. 1 millió csillag a szegényekért. Megszentelt gyertyákat a szentmise után a főbejáratnál lehet átvenni a Caritas önkénteseitől. A gyertyákra szánt adomány az ott elhelyezett versenyben teendőnek. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. A mindenható és hatalmas Isten, akinek egyszülött fiáról itten halljátok, hogy eljön közénk, és várjátok, hogy újra eljön az időnk végén, szenteljen meg titeket eljövetelének fényességével, és áldozza rátok gazdagon áldását. Adja meg nektek, hogy a földi élet küzdelmei között áldozatosak maradjatok a hitben, örvendezők a reménységben, és tevékenyek a szeretetben. Amen. Ti, akik most megváltunk, te szerinti eljövetelének szívből örvendeztek, dicsőséges második eljövetele idején nyerjétek el tőle az örök élet bőséges jutalmát. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében. Istennek legyen a